25 éve temették újra Kállay Miklós miniszterelnököt Kállósemnyénben. Ez az egyik legmeghatározóbb esemény volt a település életében, de más változás is volt az elmúlt 25 évben. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kállay kúria is meg tudott újulni. A Kállay kúria felújításánál azt is célul tűztük ki, hogy azt a korszakot, amiben a miniszterelnök élt, dolgozott, azt a korszakot megpróbáljuk felkutatni, megpróbáljuk megbecsülni, és ez a konferencia mai napon erről szól. A konferenciával egy időben egy időszaki kiállítás is nyílt, amely 6 hónapon keresztül látható a kúriában. Először is nagyon hálásak vagyunk a településnek és polgármester úrnak, hogy a kúria ilyen szép állapotba került, és itt egy múzeum létesült, ahol a család és a család történelme megjelenik, és mindenki számára elérhetővé válik, és nekünk természetesen az, hogy az utódainknak ilyen módon szintén megmarad. Ami a legfontosabb, tehát a legközelebbi kötelék természetesen nagyapám, és az ő öröksége, és az, hogy az ő politikáját most már így pozitívan be lehet mutatni a valóságnak hűen, ami ugye 45 évig egészen másképp történt. Minden múzeum életében fontos, hogy időnként megújuljon. A Kállay kúria időszaki újdonsága, hogy a legközelebbi hozzátartozók, az egykori miniszterelnök gyermekeinek élete is megjelenik fotók és levelek formájában. Kállay Miklós 1942-ben alakított kormányt Horthy Miklós megbízásából. Kállay Miklóssal együtt ők náci ellenesek voltak és idegenkedtek minden jobboldali pártól, és azra törekedtek, hogy a háborúból a békés úton vezessék ki az országot. Hát sajnos nem ez maradt, mert a kommunizmus más tanított, én jó magam is végig tanultam a fasiszta Horthyról. Talán ma már egy kicsit másképp látja a nemzet, remélem, úgyhogy ami megmaradt, azt fel kell újraépíteni, hogy helyre tegyék ezt a időszakot, hiszen 25 évig vezettek az országot Horthy Miklós, és hát ugye én részrehajló vagyok, én szerintem jól vezette. Kállay és Horthy bizalma példaértékű volt. Ezt a jó kapcsolatot a leszármazottak a mai napig őrzik, hangzott el a konferencián, ahol az előadók azt is kiemelték, hogy ez azért fontos, mert a nemzet csak így tudja megtanulni, milyen volt a valódi Horthy korszak.